A Tolna vármegyei kormányhivatal munkahogyi szervezete 2011-től egészen 2020-ig jelentős számú tanfolyamot szervezett, amivel évente több száz munkanélkülinek tudtak segíteni piacképes szakmai ismeretek elsajátításában, amelyek birtokában állást tudtak találni maguknak. Tájékoztatott Némedi Ágnes főosztályvezető. 2020-tól megváltozott a szakképzési rendszer, ugye az OKS képzések megszűntek, és onnantól kezdve a munkahogyi szervezet nem tudta követni ezt a változást. Ennyi időre volt szükség, nagyjából 4 évre, hogy felállítsuk azt a rendszert, hogy újra tudjuk az álláskeresőket képzésbe vonni. Ez az idei év az első próbaidőszakunk. Ennek következtében mindösszesen 7 szakmát mertünk a Tolnavár megyei szakképzőcentrummal együtt megcélozni. Szeptember 2-án sikerült elindítanunk a szakács és pénzügyi számviteli ügyintéző képzésünket, ahova álláskeresőket tudtunk delegálni a szakképző centrum részére. Hozzátette, az álláskeresők intenzívebb, 9 hónap alatt végezhetik el a tanfolyamokat a szakképzési centrum valamennyi oktatási intézményében. Minden nap 6-7 órában a napi munkavégzés helyett benn kell ülniük az iskolába. Mivel álláskeresők, ezért mi támogatást nyújtunk ehhez a képzéshez. Az álláskeresők minden hónapban a minimál bérösszegét megkapják tőlünk. Ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a család fenntartó is tudjon akár egy szakmát tanulni. Amellett, hogy a minimálbér összegét megkapja, azok a családok, ahol 12 év alatti gyermeket nevelnek, plusz támogatásban részesülnek. Illetve azzal is kell számolniuk, hogy ha valaki vidékről jár be valamelyik képzésünkre, akkor neki az úti költség támogatásra is plusz összeget adunk. Szeptember 9-én hétfőn 4 szakmában indítanának tanfolyamot, amellyel garantálni tudják az elhelyezkedést. Az alábbi képzésekben vehetnek részt a jelentkezők. Szociális ápoló és gondozó Dombóváron, Tamásiban hegesztő, Szekszárdon pedig villanyszerelő, valamint gépi és CNC forgácsoló. 9 hónapon keresztül a minimálbér összegét kifizetjük nekik, napi jelenléti képzés van, tehát nekik ott be kell ülni az iskolapadba, illetve a gyakorlati képzésen jelen kell lenniük. Mivel uniós forrásból támogatjuk ezeket a képzéseket, ezért nagyon fontos, hogy minimális hiányzási lehetőség van. Nem számít, hogy orvosi igazolása van, sajnos megvan az a limit, amit ha túllép, akkor vissza kell követelnünk a kifizetett összeget, és ez egy fő esetében akár 2,5 millió, 2,8 millió forint lehet a 9 hónap alatt, hogyha kiszámoljuk. Vannak azonban olyan képzéseink is, amiket nem vagyunk kötelesek elindítani szeptemberben, mivel ezek a képzések szakmák voltak, amit az előbb említettem. Vannak szakképesítés megszerzésére felkészítő képzéseink is, ezek rövidebbek, 250-400 órás tanfolyamokról beszélünk. Szintén a Tolna vármegyei szakképző centrum fogja nekünk ezeket a képzéseket indítani. Ezek pedig Dombóvári központtal a DAJKA, ez egy 440 órás képzés, nagyon várjuk ide az álláskeresők jelentkezését. Élelmiszereladót szeretnénk indítani Szekszárdon, akár többször is, mivel ez egy 120 órás képzés. Nagyon intenzívek ezek a képzések, ugyanúgy megkapják a minimálbér összegét és a gyerekek után járó támogatást is. Szintén szekszárdi képzési helyszínnel a Wolfram elektródás védőgázas ívhegesztő. Erre a tanfolyamra is keresünk álláskeresőket, illetve Bonyhádi képzési helyszínnel tisztítás technológiai szakmunkást. Ez egy 800 órás tanfolyam lesz. Szakmák esetében a tanfolyam lezárását követő 6 hónapon belül a vizsga bizonyítványt be kell mutatni a mi részünkre, mert csak akkor tekintjük teljesítettnek a képzés elvégzését, hogyha megvan a vizsga bizonyítvány. Aki nem tud levizsgázni, annak sajnos nem megfeleltnek minősítjük, és az uniós projekt miatt kötelesek vagyunk visszakövetelni. Tehát mindenképpen csak olyanok jelentkezzenek ezekre a képzésekre, akik érzik magukban az elhivatottságot,
mivel mi azt vállaljuk, hogy utána, miután megszerezték ezt a szakmát, vagy azt a másik szakképesítést, akkor segítünk elhelyezkedni. Ezeket a tanfolyamokat úgy terveztük meg, hogy a Tolna vármegyei munkaerőpiaci igényeket tudjuk velük kiszolgálni. Ez az év egy próbaév, mondtam, hogy nekünk is tanuló év, reméljük, hogy sikeresen tudjuk zárni ezeket a tanfolyamokat, és a jövőben az álláskeresők igényeinek megfelelően sokkal szélesebb választékban szeretnénk majd képzéseket indítani. Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja számolt be a képzésekről. Az elsődleges célja ezeknek a képzéseknek, hogy olyan ismerethez, tudáshoz, gyakorlati kompetenciákhoz juttassuk a hozzánk érkezőket, akik jelen pillanatban álláskeresők, amelyek segítségével a munkaerőpiacon könnyen el fognak tudni helyezkedni. Ebben nagy segítség teljesen természetes módon a kormányhivatal, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya, hiszen ők azok, akik már korábban különböző cégekkel, vállalkozásokkal felvették a kapcsolatot, egy igényfelmérést végeztek, és innentől kezdve várható, hogy ez a foglalkoztatás is teljesülni fog, tehát a képzés teljes mértékben eléri azt a célt, amiért indítottuk. Ezek iskolai rendszerű képzések, kifejezetten felnőtteknek szóló képzések. Úgy készítettük el a képzési programot, hogy egy év alatt legyen befejezhető ez a képzés, szakmát ad. Nem csak az már korábban említett két területen, tehát a pénzügyi számviteli területen, illetve a vendéglátás a szakács szakmában, hanem műszaki területeken is, illetve humán területen is, hiszen a műszaki területeken megjelenik a villanyszerelő, megjelenik a hegesztő, a CNC, a forgácsoló, a gépi forgácsoló, CNC forgácsoló, és ugyanúgy meg fognak jelenni egy-két olyan nem szakma, hanem szakképesítés, ami már talán úgy is fogalmazhatnék, hogy egy speciális területre fókuszál, így például a takarításra, a tisztítás technológiára, vagy akár egy speciális hegesztésre, egy védőgázas hegesztési eljárás. A humán területeken a DAJKA képzés, ami most azt gondolom, hogy egy picit újdonság ebben az értelemben, hiszen ez egy nagyon hiánypótló, nagy igény van, azt tapasztaljuk a térségben rá, de minden képzés iskolában zajlik, szigorú jelenléti képzéssel, és az a cél, hogy az egy év alatt mindenki eljusson arra a szintre, hogy sikeresen tudjon vizsgázni, és sikeres vizsgát is tegyen. A jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt, amely során írásbeli tesztek és elbeszélés alapján döntenek a támogatásban való részvétel lehetőségeiről. Hát minden szakmának van egy komplett bemeneti feltétele. Ezek döntő többségében azt gondolom, hogy teljesíthetők, hiszen olyan szakmákról beszélünk, aminek az alapfokú iskolai végzettség a feltétele, illetve nem minden esetben, de a szakmák többségében egészségügyi feltétel is szükséges. Természetes módon azért csinálunk egy bemeneti kompetenciamérést, van egy bemeneti mérés, amit közösen sikerült, vagy állítottunk össze egész pontosan a kormányhivatal kollégáival, mert hogy azért az fontos, hogy aki belép ebbe a rendszerbe, az képes is legyen arra, hogy elvégezze. Amikor egy évre előre nézünk, és várhatóan levizsgáznak a jelenleg képzésben levő felnőttek, akkor egyrészt egy állásajánlat feltételezhetően várja őket, egy álláskínálat egész pontosan nem is ajánlat, de egy álláskínálat várja őket. Ebben elsődlegesen a kormányhivatal fog tudni segíteni. Mi abban tudunk segíteni, hogy a további képzési igény merül fel a részükről, akkor teljesen természetes módon állunk elébe, és vállaljuk azt a további képzést is. A szakmai kurzusok akkor indulnak el, ha a jelentkezők száma eléri a 12 főt. Érdeklődni, jelentkezni folyamatosan lehet a lakhelyek szerinti illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson, Dombóváron, valamint Tamásiban.